Említésre került többször is, hogy az elmúlt nap a Kárpát-medence Mincen települései egy részének találkozójára és a helyi települést irányító polgármesteri hivatal, valamint Mincent városa testvértelepülési kapcsolatainak az aláírását tette lehetővé. Én megmondom őszintén, nagyon szeretem ezt a Mincent települések elő- vagy utótagként használt települések társulását, ugyanis jó dolog abból a szempontból is, hogy egy kicsit megnézzük, hogy mit is adott egy-egy település és egy-egy településhez hasonló vagy másik testvértelepülés a magyar és a világ kultúrának. Hisz a gyufa feltalálása, vagy az ungarikumnak nevezhető szikvíznek a feltalálása szintén a Mincen településekhez kötődik. De ami rá számomra, mint olyan, aki azt mondom, hogy a kultúra a politikát is kell szolgálja, óriási jelentőségnek tartom azt, hogy Mincen település nem csak Ady Endrét adta. A magyar történelem egyik másik kiemelkedő alakját, Mincenti József Bibost. Az ő szülőfalujának a polgármesterét kérném meg, köszöntsön minket, majd őt követően zárjuk a koszorúzás előtti emlékezésünket a három nap minden eseményén szerepelt Havas Judit egy kicsi kis vizelítőjével, műsoros szállításával. Felkérném Fuchsberger Imrét, tartsa meg köszöntő beszédét. Tehát úgy, mint Mincenti József Viboros szülőfalujának polgármestere, ha egy kicsit megvakarjuk, kiderül, hogy még rokonok is. Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendéglátóink! Megtiszteltetés számomra, hogy én adhatom át a Kárpát-medencében található Mincent elő- és utónevi települések üdvözletét. A Jóisten és a sors különös akaratából földrajzi nevünk alapján összetartozunk. Történelmünk, történeteink pedig igazolják, amit a tartalom, hogy emberi értékekben is gazdagok ezek a települések. A Mincentek családjába helye van mindenkinek. A kicsinek, a nagynak, a gyengének, az erősnek, a szegénynek, a gazdagnak, a távolinak és a közelinek egyaránt. Hiszen olyan értékek otthonai, amelyekre szükségünk volt, van és lesz. Összefogva, egymást elfogadva és támogatva, ha kell, dolgozunk egymásért, ha lehet, együtt ünnepelünk, mint most is, a 28. Érvincenti zarándoklaton. Ady megemlékezés rendezvényein. A költő születésének 140. évfordulóján, amikor itt állunk a szülőház udvarán, először az édesanyjára, Pásztor Máriára gondolok, akiről így ír Hazamegyek a falumba című versében. Szigorú szeme, megserebben, falu még nem várt, kegyesebben, városi bújdosóra. Titkos hálót értem szőtte, és hogyha leomlok előtte, bűneim elfelejtette. Gyönyörűen összerakott őszinte szavak, a köszönet, a hála és a szeretet jegyében. Ilyen édesanyára vágyik minden ember, kívánom minden élő és születendő gyermeknek, hogy érezze azt az édesanyai szeretetet, melyet biztos háttérként, ha kell szigorúan, de simogatva, bölcsességgel igazgat egy életen keresztül. Második gondolatom a szülőfalu és mindazok, akik megteremtették azt a lehetőséget, hogy ne csak a versén keresztül ismerjük meg a költőt, hanem otthonán keresztül az embert is. Úgy érzem, nem csak ismerik, de élnek is azzal a bölcsességgel, hogy csak úgy tarthatunk igényt mások tiszteletére, ha magunk is tudjuk tisztelni azt, ami a miénk. Ezt igazolja ez a háromnapos rendezvény, melyel méltó megemlékezés volt Ady Endréről. Köszönet érte. Kívánom mindannyiuknak, hogy sok értékben gazdag együttlétet teremtsünk még egymásnak az elismerés és a tisztelet, a szeretet jegyében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
vad, nagyszerű rajongást oltott az érnek partja én belém. Csupa pogányság volt a lelkem, gondtalan vágy és vak remény. Forgott körültem zagyva módon, lármával, vadul a világ, és én kerestem egyre valami nagy harmóniát. Parasztapollónak termettem ki dalos, erős és pogány, ki szeretkezve és dalolva dől el az élet alkonyán. Pogány erőtől, daltól, vágytól, a lelkem immár nem buzog, megöltek az evangélisták, az életbölcsek, Krisztusok. Tisztelt ünneplő gyülekezet, van egy olyan vers, amelyet kötelező volt iskolában megtanulni, mindenkinek kötelező volt. Nagyváradon hangzott el ez a vers, Gulácsi Lajos, amikor Adi eldadogta a verset, felment a színpadra, átölelte, mert úgy érezte, hogy lelki rokonára talált. És már itt áldogáltunk, és magunkban ünnepeltük Adit, ide készülve is a 140. születésnapi évfordulóra, hát akkor most kicsit hangosabban, nem magunkban idézzük meg ezt a verset együtt. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden, önkínzás, ének, szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié, lennék valakié. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, csillagszórók az éjszakák, Szent János bogarak a kertben, emlékek elmúlt nyarakon, Florence nyarán, s összekevertem. Búcsúztató őszi lidónak emlékei a hajnali, párás, díszkócos tánci termen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem halhatnak soha. Őrzött elevenek és holtak, szívek távoli mosolya, reátok néz aggódva. Árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Az élet él, és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres s ostoba feneségek. Oly szomorú embernek lenni. Szörnyűek az állathős igék. S a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbeszőtt hitét. Akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Mert ott a helyünk, vagyis ahol vagyunk, ott helyt kell állni. Megkérném Bendel József, mérnök urat, remélem senkit ki nem felejtettem a műsorból. Fejezzük be koszorúzással, és miután a koszorúzást befejeztük, akkor együtt elénekeljük kerekéforulóban nemzetimánkat. Érkálvás polgármester hivatal és helyi tanácsa nevében koszorúz Roka Marius és Nagy Balma. A rendélyes koszorúját elhelyezik Kelemen Hunor szövetségi elnök.
Kaszmár megyei tanács koszorúját elhelyezik Pataki Csaba elnök, Balogh Sándor tanácsos, Gál Gyöngyi tanácsos, Keresztény Sándor tanács. Szabolcs-Szatmár Bereg megye önkormányzata nevében koszorúznak Szabó István alelnök és Kis András megyei képviselő. Magyarország kolozsvári főkonzulátusa koszorúját elhelyezik Mile Lajos főkonzul, dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízó. A Királyhágó melletti református egyházkerület és Érmincszent Református Egyházközség koszorúját elhelyezik Csűri István püspök, Gál Sándor lelkész, Sziszár Orsoly. Szatmár megye prefektúrája koszorúját elhelyezi Alfater Tamás alprefektus. A Magyar Országgyűlés nevében koszorúz Lezsák Sándor. Szatmár megyei parlamenti csoportja koszorúját elhelyezik Túrós Lórend szenátor, Erdély D. István parlamenti képviselő és Magyar Lórend parlamenti. Nagy Károly város nevében koszorúz Kovács Jenő polgármester és Vénik Gabriella és Putovics Tünde tanácsosok. Gölcsei Társaság koszorúját elhelyezi Szabó István ügyvezető elnök és Kasztovszki László titkár. Szatmár megyei RMDS koszorúját elhelyezi Pataki Csaba elnök. A Tasnádi RMDS és a Tasnádi RMDS nőszervezete nevében koszorúz Kiskassa Balázs elnök és Szégei Erika elnök. A Németi Kölcsei Ferenc Főgimnázium koszorúját elhelyezik Téglás József és Tar István tanárok. Azt mondta a Nagy Károlyi polgármester, hogy annyira sok
mert nincs lehetősége fellépni, úgyhogy... A Literárd Egyesület hosszúját elhelyezik Král Gyöngyi és Bendel Júlia. Pasnádi Református Egyházközség koszorúját elhelyezik Ájben Viola és Ráksi József. Szatmárnémeti Kölcsei Ferenc Mindiek Szövetség nagybányai szárnya nevében koszorúz Fuchs János és Smutku Zoltán. A Szatmárnémeti Vindiek Szövetség koszorúját elhelyezik Gönci Gábor, Boga Ferenc és Tóth Géza Ivor. Szatmár megyei múzeum koszorúja, Keresztényi Sándor és Lőrinc Norbert muzeológus. Nagykárolyi Református Egyházmegye koszorúja, Tolnai István esperes, Sebestyén elődlelki pasztor. Németi Szent István kör koszorúját elhelyezik Torockai Sándor és Kereskény Sándor. Teleki Blanda Nyugdíjas Egyesület nevében koszorúz Tóth Pál Ilona, Várvédő Zita és Volosin Lidia. Mindszenti napokért egyesület koszorúját elhelyezik Fuchsberger Imre, Herold Ádám és Horváth János. Csíkmincen település koszorúját elhelyezik Keresztes Balázs és Krejzsek Erika. Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Nyíregyszéről koszorúz Havas Judit és Hegyi Katalin. Nagykárolyi Vasilij Lukács Általános Iskola 6. C-osztály nevében koszorúznak Belényi André osztályfőnök és az osztály.
Kafka Margit Művelődési Társaság koszorúját jelezi Sótó Dön elnök. Máté Szalkai Vörös Marti kör koszorúját jelezi Olá András elnök. Kasnádi Adi Kölcsei Kulturális Egyesület koszorúját elhelyezik Ruf Zsófia és Mond István. Adi Endre költészetét kezelő társasága koszorúját elhelyezi Nagy Angéla. Szervező MK koszorúját elhelyezi Muzsa János. A megyei, Szatmár megyei nőszervezet koszorúját elhelyezi. Nem marad ki véletlenül valaki, mert a szervező az utolsó. Belényi Andrea és Cégei Erika. De nem a sorrend számít, hanem az, hogy itt vagyunk. Én megkérném közben az egyháznak a képviselőit, meg az énekeseket, hogy gondoljanak arra, és adják meg a hangot a himnusz énekléséhez. Köszönöm a jelenlétet, tekintettel arra, hogy hűvös, nyírkos idő van, mindenkit meleg teja vár ottan, tessenek odafáradni, és azt hiszem, hogy Nagyváradot követve, valamint az irodalmi tanácskozásunkon, találkozunkon felmerült egy ötlet, hisz egy jó év múlva, 14 hónap múlva lesz 100 éves az Adi évforduló, el lehet gondolkodni, és lehet azon olyan rendezvényeket szervezni, hogy 100 év Adi nélkül. A polgármester úr akarnék szólni elsősorban is a Mindszent nevet viselő településeket. Nagyon szépen megkérném a mindszentiek nagy családját, polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők, mindenkit, hogy fáradjanak be az emlékházba, hogy köszönjünk el egymástól, de viszont ugyanakkor meg szeretném említni, hogy tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit a Gencsi Kultúrotthonba egy meleg ebédre.